Na szevasztok srácok, ez egy újabb Minecraft túlélő videó. Ismét játszottam videón kívül, úgyhogy a fontosabb részeket most láthatjátok. Na, ha minden igaz, akkor láttátok a videót, hogy miket sikerült itt összehoznom. Ismét bányáztam körülbelül 1 óra hosszát egy jó nagy bányába. Van 64 lazuritom, illetve sikerült szereznem 6 darab gyémántot, ha minden igaz. Igen, itt is van 6 darab dia. Ezt sikerült így összebányázgatnom. Már nem tudom, hogy melyik lejáratban, mert itt van pár, meg még aranyat is, úgyhogy egy csomó vasat, és ugye még itt égetem ki őket, mert ugye ott abba hagytam a gémet, és ki is léptem, tehát tényleg ez itt több, mint egy stack vasrúd lesz, ugye a full... Mi ez a full vas szettem, az már megvan. Ez a helyzet jelenleg. Viszont nem akarom úgy csinálni, hogy mindig, amikor videón kívül játszok, felveszem, hogy éppen mit csinálok, mert az eléggé macerás, illetve eléggé eszi a tárhelyet a telómon. Hát egy 1 órás felvétel, nem tudom, egy ilyen 4 vagy 6 gigabyte szerintem, ha tippelnem kéne. Szóval eléggé megnehezíti a dolgomat, hogy őszinte legyek, szóval nem fogok mindig videózni, amikor videón kívül játszok, most valaki vagy elhiszi, hogy csak úgy simán játszok, és nem pedig beadolom a dolgokat, ha valaki meg nem hiszi el, az meg nem hiszi el, most igazából ezzel nem tudok mit csinálni, de amit tudok, azt felveszem természetesen, amikor videózok, akkor igen, meg videón kívül, ha van valami fontosabb dolog, azt is fölveszem. Jelenleg az a tervem, hogy ugye most kisütöm ezeket az érceket, aztán pedig innen el fogok menni. Van TNT, visszamentem a piramisba és kiszedtem. Tehát innen el fogok menni. Itt most... Igen, itt volt ez a falu, de ugye a falu mellett van ez a pillager bázis, ugye? És el is tűntek a falusiak, hát gondolom, hogy a pillagerök megölték őket, nem tudom, megint igazából itt eltűntek a falusiak, a vasgólem, minden eltűnt, szóval nem tudom, hogy mi van. Szóval, ja, itt már egy falusi sincsen, nem látok senkit menni, mendegelni, gólemet se látok, semmit, ugye amott meg a... Ott kifosztottam őket, volt egy láda, ugye? Tudtam, hogy ott van egy láda, oda mentem, betörtem és kifosztottam őket, hát nem volt valami jó loot, de igen, hogy hát itt, ugye itt vannak ezek a pillagerök, aha, ott van, szóval látjátok, ezek így itt tanyáznak, és hát eléggé könnyen meg is tudnának kölni, szóval hát ez a falu eddig tartott, ki is halt, hát rip. Úgyhogy innen el kell mennem. Ugye, amit igazából nem hagynék itt, az a Poke Spawner, de igazából tök mindegy, mert a játék elején vagyok, nem hiszem, hogy annyira fontos lenne. Igazából max annyit csinálok, hogy felírom a koordinátákat, aztán ha majd egyszer kéne egy spawner, hogy tudjak szerezni XP-ket, meg ilyeneket, akkor meg lesz a koordinát, és akkor esetleg visszajövök valahogy, bár ehhez még nem nagyon értek, hogy lehetne visszatalálni egy helyre koordináta
koordinátával, úgyhogy nem tudom, majd írjatok tippeket, vagy nem tudom, de nem tudom, most annyit tudok csinálni, hogy itt egy lap, felírom, hogy mit tudom én, hely, ugye 129, oké, 129, és a szintet azt nem kell, és 45, oké, és akkor odaírom, hogy MC, mit tudom én, jó van, így jó lesz ez, nem tudom, hát, ha majd egyszer nagyon kéne az a spawner, akkor valahogy visszatalálunk ide. Most már ilyen nagy profi Minecraftosok vagyunk, hogy ilyen koordinátákat is felírunk. De jó. Na, szóval ugye van nekünk 6 darab diánk. Abból, ha minden igaz, akkor... hoppá, kidobtam. Ja, nem itt van nálam. Jó. Abból, ha minden igaz, kijön egy kard, egy csákány, és még egy lapát például. Úgyhogy ha le tudom craftolni ezeket, akkor meg fogom tenni természetesen. Szóval akkor, srácok, nézzük csak, egy darab kard, igen, egy kard. És csákányt azt miért nem tudok én most itt craftolni? Ja, de tudok, csak túl vak vagyok, igen. És egy ásót is, srácok. Csak hogy lássátok itt, hogy nagyon keményben nyomjuk, srácok. Én nem szarozok, lecraftolom a gyémánt ásót, srácok. Hát azért ez eléggé kemény szerintem, hogy itt gyémánt ásókat craftolok le. Maszki, nem tudom átrakni a izé. A legelső micsodára a gyémánt micsodámat, és akkor így ide ezt, meg mit tudom én ide ezt. Szóval ha nagyon akarnék, én már tudnék menni a Netherbe, de hogy őszinte legyek, nem akarok. Na megvagyunk, srácok, kezembe veszem a dia ásót, nagyon menő szerintem, úgyhogy még kisülnek ezek az ércek, azokat átcraftolom ilyen, mi az, ilyen blokkokra, hogy kevesebb helyet foglaljanak. Aztán pedig magamhoz veszem azokat a cuccokat, amik ugye így fontosak, és elindulok valamerre. Szerintem a sivatagon át fogok menni, mert ahogy eddig néztem ilyen videósokat, meg néztem ilyen videókat, Minecraft videókat, mindig úgy vettem észre, hogy hogy a sivatagon túl jó helyek vannak. Szóval nem arra fogok menni, mondjuk ott arra is sivatag van, hanem arra megyek például, és szerintem a sivatagon túl lesznek fasz a dolgok. Amit meg kéne majd csinálni, ugye találtam egy ilyen enchantoló könyvet, azt rá fogom tenni majd a dia kardra. Igaz, hogy ugye ízelt lábúak veszedelme 1, szóval nem a legópébb, de igazából van, szóval legyen. Szóval most, ha annyi előnyünk is lesz, hogy pókokra többet sebzünk, akkor annyi előnyünk lesz. Igazából ez is szerintem tök fasza. Jó, kész a 51, micsoda, itt még lesz 64, és akkor, srácok, én nem is szarozok, megcsinálom az üllőt, igazából itt nem kell szarozni, nem tudom, hogy hol van, igen, itt van, ez nem az. Igen, ehhez kell ilyen blokk is, tehát vas blokk kell hozzá, pontosabban 3. Hát igen, ez nem valami olcsó mulatság, hogy 30 vasrút kell hozzá, vagy nem tudom, hogy mennyi. És akkor üllő, igen, üllő, és akkor igen, megvan az üllő, és akkor itt leteszem, és akkor ráteszem a könyvet. Igen, írni, tehát... itt már ilyen enchantolt dolgokba leszünk, srácok. Hát sokkal jobban indul ez a túlélő amúgy, mint az előző ilyen túlélő micsodáim. De igen, szóval annyira van idő tanulni, tehát mások ilyen több éveket ölnek bele, és utána lesznek úgymond ilyen profibak. Én meg még csak nemrég kezdtem igazából. Így, és legyen az a neve neki, hogy best, nem tudom, hogy legyen ez, nem tudom, jobb nem jutott eszembe, és itt is van az enchantolt gyémánt kard, ilyen fasz effektet is kapsz, szóval azért ez már nem annyira,
Nem, ez már nem játékszer, srácok, maradjunk annyiba. Ennek azért már kemény a kinézete is. Így ni, már csak egy encsantolt lapát kéne, és tényleg királyak lennénk. 28 arany, micsoda. Van egy aranyalmánk, de én itt nem állok meg, srácok, csak hogy lássátok, hogy itt tényleg nincsenek szarozások. Nem tudom, hogy hol vannak a... Volt nekem még 3 almám, nem? Nem volt nekem még 3 almám pluszba, mert szerintem volt. Én úgy emlékszek, hogy így volt 3 almánk valahol. Na de mindegy, visszamegyek a falusiakhoz, és szerintem van nekik répájuk, és ha van répájuk, akkor csinálok belőle aranyrépát. Szerintem igen, ott a répa, ha minden igaz, vagy ez krumpli. Ez az répa. Nagyon jó, srácok, kiszedem a répákat, és csinálok aranyrépákat. Nagyon jó, srácok, ennek a falunak úgyis befellegeztek, vagy hogy van ez a mondás. Ezt lehet, hogy valami hülyeséget mondtam, de mindegy. Ennek a falunak K.O. van, ezek a pillagerök itt legyilkolták őket, itt izi népirtások voltak, úgyhogy igazából nem a legbarátságosabb környék ez, ahol vagyunk jelenleg. Így nincs, srácok, jó nagy ugrás! Hát nem sikerült, de nem baj. Hát srácok, haladni kéne, mert nem akarok olyan brutálisan hosszú videót összeheggeszteni, de ha valakit érdekel, az úgyis megnézi közben. Hogy? Pont egy darab izé van. Ez mi volt, srácok? Kétszer félre nyomtam, hogy mi a rák? Na mindegy. Na, van 18 répánk, és figyeljétek, srácok, én nem szarozok, micsodákat fogok csinálni, gyerekek. Mi ez? Arany répákat. Az összeset lekraftolom ilyen izére, és ezt figyeljétek, srácok, 18 arany répát fogok csinálni. Így, és ezt az aranyrépát pedig berakom például ide. Aranyrépa. Na nézzétek, srácok, most kezdjük a játékot, de már most úgy nézek ki, mintha valami iszonyatosan profi player lennék, hogy itt már encsantolt kardom van, meg aranyrépákat teszek, értitek? És azt csak akkor szoktak, amikor van ilyen aranyfarmuk, meg már ilyen 5 éve játszanak, és akkor aranyalmát esznek, mert olyan jó megy nekik, de. A maradékot pedig visszakraftolom ilyen micsodára. Mi annak a neve? Ilyen aranyrúdra. 15 aranyrúd fog ebből kijönni. Na itt vagyok, csak közben le kellett állítani a fölvételt, mert közben nyavíkolások voltak, közben elmondtam, hogy videózok. Na, amúgy még annyi változtatások történnek a sorozattal kapcsolatban, hogy át lesz nevezve, tehát hogy Minecraft túlélő telefonon, vagy akik érdeklődnek esetleg a témával, vagy a témában, azok könnyebben ide tudjanak találni. Igen, itt még annyi történt, azt hittem, hogy megy a fölvétel, de hogy a szeneket átcraftoltam szénblokkra, és jelenleg így néz ki az inventorink, és elkezdtem nézegetni a chestekbe, hogy mit szeretnék magammal vinni. Itt még van 5 arany, úgyhogy ezt itt most át... Nem még a szénblokk, az úgy komoly. Na mindegy, akkor ezzel. Hogy ez mi? Ez szén. De miért nem még? Nem tudom, srácok, hogy itt miért nem még ez a... Én mert nem is azt raktam be, de hülye vagyok. Venni már 3 szén. Hú, de hülye vagyok, te jó ég. Na, amit én magammal akarok vinni, az mindenféleképpen a lazurit lesz. Ugye az majd kell a encsantoláshoz. Illetve... Hát viszek majd egy stack ilyen építőanyagot, ilyen zúzott követ, az jó lesz. Meg itt igazából mi van, a kaja, ami úgy még értékesebb, mit tudom én. Így mi, még van 26 ilyen vas rudam.
Még a krumpli lesz, azt majd termeszteni akarom. Legyen például az emerald, a dinnyemag, az is jó lesz majd ültetni. Ezt is el kéne vinni, gyémánt, lópánt cél, majd ha akarok befogni lovat. A TNT-t is elviszem, akkor már azt mi helyett, legyen a bot helyett, vagy nem tudom mi volt ez. Igen, itt még van 5 darab ilyen micsoda. Többi annyira nem kell. Még van egy ilyen Enderszem, vagy mi. Hát nem tudom, hogy mindegy, ezt nem viszem el. Majd gyűjtök, ha kell. Ez nem kell már. Nem tudom, hogy ez hogy legyen. Kell az ágy majd, ugye. Hogy tudjak aludni esetleg. Csak már nincsen helyem, az a baj. Semmi helyem nincsen, úgyhogy valamit ki kéne találni. Legyen például a gyújtó helyet. Hát nem tudom, hogy jó választás volt-e, de az ágy az ugye fontos. Nem tudom. Crafting table is kéne, de nem tudom. Jó, egyet kidobok, jó. És akkor még magammal viszem a bazd meg. Mondtam, hogy egyet kidobok, nem kell a ráknak se ennyi. Na, és akkor a crafting table-t pedig magammal viszem. Ja, meg még ami fontos, az üllő, mert az üllőt csak akarom újra csinálni, ilyen 500 vasblokkból, úgyhogy jó, crafting table nálam van, mi legyen, amit kidobjak, mi legyen, legyen ez a kőcsákány, az is kell a ráknak, azt még vészhelyzet esetére csináltam, nem tudom, diacsákánnyal kiütöm. Így, megvan, minden megvan szerintem, srácok, ami kell, ami így értékes volt, amit így sikerült összegyűjtenem, úgyhogy el is indulhatok szerintem, még a, ja meg a kutyákat is viszem, majd igen, még a micsodákért visszamegyek, a krumplikért, hogyha ültetek, akkor abból ne csak ilyen ötöt tudjak, közben nem tudom, hogy mi volt, kidobtam ezt a izét ki. Hát ez nem tudom, hogy hogy történt, biztos valamit félre nyomtam. Így, az összeset elviszem, hogy ne csak ötből tudja ültetni majd, hanem itt egy csomóból. Jó, ezt is elviszem, meg ezt is elviszem, jó. És akkor már erre mondtam szerintem, hogy erre elkezdek menni. És akkor szevasztok, kongatok egyet a harangon, császtok menni. Na, ott már látok egy jó kis bajomot, az a sima fás bajom, hát nem tudom, majd körül nézzünk esetleg, hogy legyen igazából a letelepedés. Cukornádak, jó, az nem kell, nem akarom elsietni, szóval igazából. Ja. Na és akkor beértünk egy ilyen területre, vannak lovak, nagyon jó. Igen, nem hoztam el a micsodát, a nyerget, de mindegy. Na és ez egy ilyen, ja nem, azt hittem, hogy van itt ilyen ilyen kanyon, egy ilyen cave, de hát nem. Vannak ilyen lejáratok, oké. Okay. Az engem most nem nagyon izgat. Jump, hopp, nagyon jó. Hát nem tudom, hogy milyen környékre menjünk, hogy merre menjünk, hogy hol telepedjünk lefele. Esetleg, hát nem tudom, srácok, itt igazából majd tovább kéne menni valamerre. Aztán, ha lesz valami fasz a kis környék, akkor valahol ott kéne letelepedni. Hát igen, ez ilyen fás a bajom. Menjünk inkább a tisztáson, hát ha észreveszünk valamit. Ja igen, falu közelébe kéne, tehát találni kéne falut, és akkor valamerre arra kéne letelepedni, és ott kéne tervezgetni, hogy hogyan tovább. Úgyhogy mindenféleképpen falut kéne keresni, vagy valami olyasmi környéket, az fontos lenne. És nem, az nem falu, csak egy ilyen gombafa. Azt hittem arra a barna izére, hogy ez egy háztető, de nem.
megy le a nap is. Mindegy, szerintem, ha lemegy a nap, leteszem az ágyat, alszok egyet. Mocsár. Wow. Ez jó dolog, azt hiszem. Így, és akkor mindjárt alszunk egyet, és akkor a következő részbe innen fogom folytatni, és akkor majd írjatok tippeket. Na baszki, már rég lement a nap, de aludni nem tudok. Szóval akkor írjatok tippeket, hogy hova tovább, hogyan tovább. Közben azt hittem, hogy itt robbanni fog egy creeper. Na de hát akkor erre a részre ennyit sikerült haladni. Igazából itt költözés volt. Lényeges dolgot nem csináltam igazából. Köszönöm, hogy megnéztétek. Szevasztok!